Sziasztok, üdvözöllek titek egy újabb videóban. A mai videóban arra gondoltam, hogy ismét beszélgetünk egy kicsit az életmódról, és pedig az egyik legjobb részéről, vagy számomra a legkedvesebb részéről, az alvásról. Ez egy sokak által elhanyagolt terület, és nagyon sokan nem figyelnek rá, viszont nem fogjuk föl, hogy milyen nagy hatással van az életünkre, az életminőségünkre és az energiaszintünkre. Először beszéljük meg, hogy miért is fontos az alvás, mik történnek akkor, tehát amikor igazán mélyen alszol, a szervezeted akkor regenerálja magát, és bármiről van itt szó. Az agyad akkor pihen, a szerveid akkor pihennek, az izmaid is. A szervezet akkor regenerál bármilyen olyan sérülést, amit te okoztál neki a nap folyamán. Tehát szellemileg és fizikailag is kipihened magad, hogyha alszol eleget. És mi történik, hogyha nem alszol eleget? Akkor fáradt vagy, az energiaszinted csökken. Ha nem alszol eleget, akkor a szervezeted nem tudja kipihenni magát eléggé, és akkumulálódik ez a fáradtság, és egyre inkább rányomja a bélyegét a mindennapjaidra. A belső szerveid, a mentális egészséged, az izmaid állapotát is befolyásolja az, hogyha sok időn keresztül nem alszod ki magad rendesen, és egyre irritáltabb is leszel, a hormonszinted is felborul, és ez például kihatással van egyébként nyilván a sport teljesítményre is, a munkádra, vagy hogyha tanulsz, akkor arra a szellemi teljesítményedre. Fiatalon még el lehet kerülni azt, hogy nagyon rosszul legyél, hogyha nem alszol sokáig, viszont ez a későbbi években fog visszaköszönni, hogyha nem pihened ki magad rendesen. Éppen ezért megelőzésképpen és egészségfenntartás miatt nagyon fontos, hogy úgy szervezzétek meg az alvás rutinotokat, hogy egységes legyen, hogy a szervezet hozzá tudjon szokni. Ezzel azt értem, hogy próbáljátok meg nagyjából ugyanabban az időben lefeküdni minden egyes nap. Most tudom, ez nem könnyű, tehát hétvégén mindenki szeret bulizni, viszont gondoltok bele, hogy az a baj, hogy hétvégén teljesen felborul az alvás ciklusotok, akkor az visszafordít mindent, és kezdheted előről hétfőn. És azért vagy ilyen fáradt, tehát itt is nagyon fontos a konzisztencia, és hogyha azonos időben fekszel le nagyjából minden nap, és tudom, hogy vannak kivívó esetek, amikor nem sikerül, ez nem is baj, csak ebből ne legyen rendszer. És hogyha beállítod a bioritmusodat rendesen, akkor a szervezet előbb is fel fog ébreszteni, tehát akár ébresztő nélkül is fel tudsz kelni. És akkor mennyi az annyi, mennyit kéne igazán aludni? Egy átlag embernek 6-tól 8 óráig minimum kéne aludnia. Ez egy sportolónak az alvás igénye növekedhet egyébként, úgyhogy ha aktív fizikai munkát, vagy fizikai teljesítményt végzel egy nap, akkor akár 8-9 óra alvás is kell. Tehát én azt mondom, hogy minimum 7 órát próbáljátok meg aludni minden nap. Ez mindenkinek más egyébként, hogy hány óra alvással érzi magát a legjobban, ezt ki kell tapasztalnotok. Van az az érzés is, amikor mondjuk aludtál 12-13 órát, és ugyanolyan fáradt vagy, akkor meg valószínűleg túlaludtad magad. Szóval lehet, hogy nyilván több alvásra van szükséged, de az se jó, hogyha túl sokat alszol, és akkor próbálod bepótolni azt a kimaradást, amit mondjuk hetek, hónapok, évek során felhalmoztál. Én is egyébként például én olyan vagyok, nekem nagyon sok alvásra van szükségem, úgyhogy én szeretek 9-10 órát aludni minden éjszaka, de valaki egyébként 6-7 órával is tök jól el van. Úgyhogy ezt nektek kell érezni, próbáljátok meg számolni esténként, hogy mennyit alszotok körülbelül, és nézzétek meg, hogy amikor reggel jó az energiaszintetek, akkor körülbelül mennyit aludtatok éjszaka, és akkor tudjátok, hogy a ti szervezeteteknek ennyi kell. Itt ki is emelném, hogy aki sportoló, aki edz, aki az izmait folyamatosan terheli, illetve a keringési rendszerét is, annak még hangsúlyosabb az, hogy a szervezet regenerálja magát éjszaka, hiszen az izmok nem a teremben nőnek, hanem akkor, amikor pihensz, és táplálod őket. Tehát nyilván az étkezés is emiatt nagyon fontos, viszont az alvás az, ami a leganabolikusabb folyamat, konkrétan akkor építi újra magát a szervezet, akkor épít új izomszövetet. Úgyhogy ha az a célod, hogy izmosodj, akkor nagyon kell figyelned arra, hogy eleget aludj, mert éjszaka ez az alvási ciklus alatt fognak igazán növekedni az izmaid, és egyébként a fogyókúrázók számára is nagyon fontos az alvás, hiszen kortizol szintet kordában tartja, hogyha rendesen alszol, az pedig egy olyan hormon, ami növeli az éhségérzetet, hogyha túlságosan megemelkedik. Illetve az éhségérzetet okozó hormonok szintjét is csökkenti az alvás, tehát sokkal harmonikusabb lesz az energiaszinted is, és az éhségérzeted sem lesz szörnyű, és ha kialszod magad, akkor sokkal könnyebben be tudod tartani a diétát. Most látjátok, hogy izomépítés, zsírégetés és alapból egy egészséges életmód kialakítása szempontjából nagyon fontos az elegendő alvás. Nem kell túlaludnotok magatokat, nem kell tényleg 12 órát aludni, de szálljatok rá elég időt, mert nagyon sokan az életükből, a napjaikból ez az a rész, amit leginkább kivesznek, vagy amiből a leginkább behajlandóak beáldozni, pedig nagyon nem szabadna, sokkal nagyobb prioritásnak kellene lenni az alvásnak. Próbáljatok meg
a hangsúlyt fektetni rá, és előtérbe helyezni azt, hogy időben aludjatok, hiszen az éjfél előtti alvás is sokkal jobb. Én is érzem, tapasztalatból mondom, hogy amikor éjfél előtt elalszom, az sokkal jobb kipihenést biztosít, mint hogyha mondjuk tényleg ugyanannyit alszol, de éjfél után. És tudom, hogy ez nagyon sok mindenkinek nem megoldható, de minden csak életvezetés és a prioritások kialakításának a kérdése. Szóval, hogyha neked az fontos, hogy kipihen magad, és másnap mondjuk ne kelljen 6 kávét meginnod, akkor igenis időben le kell feküdnöd, és igen, lehet, hogy ez áldozatokkal jár, de az egészség meg az energiaszinted és a teljesítmény később sokkal jobban meg fogja hálálni. Most adok pár tippet, hogy ha esetleg nem alszotok jól, akkor hogy tudjátok az alvás minőségeteket javítani. A legfontosabb tényezők, amiket ki kell alakítani, tehát egy nagyjából fix alvási rutin, hogy mikor mész el lefeküdni, és mikor kelsz fel. A szervezet nagyon szereti a rendszerességet, és a cirkadián ritmusot, hogyha erre beáll, akkor már magától is fel fog ébreszteni akár, és hogyha adott időben fekszel le minden nap, akkor hozzá fog szokni, hogy akkor kezd el álmosodni. Ugye a melatonin az a hormon, ami akkor termelődik, amikor este lefekszünk, és az az álmosító hormon, úgymond, és hogyha a szervezeted érzékeli, hogy már annyi az idő, akkor elkezdi termelni, és te meg természetesen elálmosodsz. De ha nem jön ez a folyamat, vagy úgy érzed, hogy felületesen alszol, hiszen az alvás minősége sem mindegy. Nagyon fontos a mély alvási fázist elérni, hiszen akkor mennek végbe a leganabolikusabb és a leginkább regeneráló folyamatok. És ezt úgy tudod elérni, ahogy már említettem, a fix lefekvési idővel, illetve a nagyon fontos a sötét szoba, tehát én ajánlom mindenkinek a redőnyt. A fény, még ha nem is ébredsz fel rá, az ugyanúgy megzavarja a ritmusodat. Emellett nagyon fontos a teljes csend. Én például már évek óta füldugóval alszom, és sokkal jobb, higgyétek el, mert az ugyanúgy felszínessé tudja tenni az alvásotokat, hogyha folyamatosan valamilyen zaj jön. Ugyanúgy a kékfényt is érdemes csökkenteni az esti órákban, például amúgy tök jó kékfényszűrős szemüvegeket lehet kapni, meg a telefonon már be lehet állítani ezt az éjszakai módot, hogy egy kicsit a szemed is szokja, és a kékfény ugye az a melatonin termelését gátolja. Illetve egyébként azt is tudom ajánlani, hogy ne nagyon telózatok vagy tévézzetek az esti órákban, fél órával, órával lefekvés előtt. Még tudok ajánlani, hogy nem érdemes az elektronikus berendezéseitekkel nagyon közel aludni, mert azok ugyanúgy megzavarják ezekkel az elektronikus hullámokkal az alvásítmusotokat, és nem tesznek jó. Tehát aki mondjuk a telefonon a feje mellett alszik, az nem feltétlen a legjobb megoldás, legalábbis véleményem szerint. Nagyon fontos, hogy túl meleg se legyen a szobátok, tehát egy ilyen hűvösebb, középhőmérsékleten tud a legjobban a szervezet elaludni, és hogy kényelmes legyen természetesen az ágyatok. Illetve amit még kifelejtettem, hogy ahhoz, hogy jól tudjatok aludni éjszaka, az étkezés kérdése, hogy akkor most vacsoráz, ne vacsoráz, ez mindenkinek szintén egyéni. Én például teli gyomorral tudok csak aludni, tehát üres gyomorral nem tudok elaludni. Valakinek viszont zavarja, hogyha nagyon tele van. Amit tudok mondani, hogy természetesen ne egyétek tele magatokat, de hogyha arra van szükségetek, hogy teli gyomorral feküdjetek le, akkor nyugodtan egyetek lefekvés előtt. Valamint azért a folyadékfogyasztást érdemes egy kicsit csökkenteni, ahogy érkezik a lefekvési idő, hogy ne kelljetek fel annyit pisilni, hiszen ugye az is megzavarja az alvási ritmust, hogyha felkeltek. Még hogyha ez meg is történik, akkor próbáljátok meg utána minél hamarabb visszaaludni, és tényleg csak gyorsan kiszaladni, és utána aludni tovább. Mindemellett egyébként a fizikai aktivitás, a sportolás nagyon jót tesz, hiszen az úgy kifáraszti a szervezetet, hogy utána már jól fog esni egy kis alvás. Ha mindezek megvannak, és még mindig nem tudtok jól aludni, higgyetek, én szörnyű alvó vagyok, úgyhogy én ezt kitapasztaltam, hogy milyen módszerek vannak arra, hogy ezen lehessen javítani, és van pár táplálék kiegészítő, amik egyébként nagyjából természetesek, amiket én szoktam használni, van melatonin tabletta, illetve krém is. A melatonin, ahogy mondtam, ez egy hormon, tehát ez természetesen is termelődik bennünk, és hogyha ebből bevisztek, akkor ez nagyon szépen elálmosít, úgyhogy én ilyet szoktam szedni. A másik a triptofán, ez egy aminósav, ez egy nem eszenciális aminósav, ez is lefekvés előtt, hogyha beveszitek. Illetve amit még sokan ismerhettek, az ugye a valeriána, a macskagyökér, ezekből is van tabletta, illetve tea is esetleg, azt is ihattok ilyen, ami olyan tea, citromfűtea, levendulatea, vagy ugyanúgy a macskagyökér, ezek segítenek kicsit ellazulni. Ennyi lett volna az én kis előadásom és a tippjeim az alvással kapcsolatban. Remélem, hogy sikerült felnyitni a szemeteket, hogy ez mennyire fontos része az életünknek. Nem véletlen tesszük meg minden nap, és érdemes a nap 24 órájából többet is rászállni, ha eddig nem tettétek meg, és minőségi változás fog eljönni az életetekben. Úgyhogy helyezzétek előtérbe az alvást, természetesen emiatt nem kell minden bulit kihagyni, én csak azt mondom, hogy egy olyan rendszert alakítsatok ki, amiben kipihenitek magatokat rendesen, mert akkor a nap azon része, amit ébren töltötök, sokkal tartalmasabb, és sokkal jobb kedven telhet el. Remélem,
sikerült ismét informatív videót csinálni, és tetszett a tartalom, ha bármilyen kérdésetek van ezzel kapcsolatban, akkor írjatok nyugodtan, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, küldjétek el másnak is, aki esetleg nagyon keveset alszik, vagy nem tudja, hogy miért fontos az alvás, ti is terjesszétek ezeket a tanulságos tartalmakat, iratkozzatok fel, köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!